Szép jó napot kíván! Az én nevem Kunabhava, Sri Chinmoy tanítványa. Sri Chinmoy az én spirituális mesterem, és most már 27 éve, hogy meditálok, nem egy végnek, minden nap, és másként élek, mint a normális. Úgyhogy sokan mondják, hogy nem vagyok normális, igazuk is van. Meditáció egy keresés. Keresünk valamit, ami a racionális értelemnek nem létezik. És tulajdonképpen, akik racionálisan és csak úgy gondolkoznak, nem is tudnak hinni benne. Én egyébként Bécsben élek már 1979 óta, és ott fogorvos vagyok. Aztán Magyarországra járok előadásokat tartani. A meditációval úgy találkoztam, hogy mint fogorvos kezdtem hipnotizálni. És a hipnózis azért volt jó, mert akkor az emberek nem féltek. És nem érzett a tűzúrás sem semmi. És aztán úgy éreztem, hogy nekem túl kevés a belső erőm hozzá, ezért elmentem keresni belső erőt. Tulajdonképpen mindenki egy kereséssel kezdi azt, hogy eljut egy olyan dologhoz, hogy nem kifele keres, hanem befele keres. Mert rájövünk valamikor, hogy bizonyos problémákat az életünkben nem tudunk megoldani külső dolgokkal. És bármennyire is a külső dolgok jól működjenek, a külső dolgok nem tudják a belső harmóniát bennünk, sem a gondolkodásunkban, sem az érzésvilágunkban, és ugye ezáltal a viszonyunkban sem a környezetünkkel a harmóniát biztosítani. Tehát rájövünk, hogy valamit belül kell keresünk. Nálam ez a belső erőnek a hiányában jelentkezett, és elkezdtem menni könyvesboltokba, keresek belső erőt. De belső erőt nem árultak sehol, ilyen könyv sem volt, hogy belső erő. Mindenhol a könyvekben csak Istenről volt szó, Isten így, Isten úgy, de az nekem valahogy nem passzolt. Nekem a pénz az Istenem, az is akarok belső erőt, hogy abból több legyen. De valahogy nem jött össze. Aztán találtam egy kékszínű könyvet, mivel a kék a kedvenc színem. Meditáció volt a címe, azt sem tudtam, mi a meditáció. De levettem a könyvet, megnézegettem, valahogy az jött le belőle, hogy Isten nyelve, meditáció Isten nyelve. Nem mondom, nekem erre a nyelvre nincs szükségem. És visszatettem, hogy ez se nekem való, mikor megláttam a fényképét itt a szerzőnek. És ez a fénykép a szemeivel, hogy nézett, azt mondtam, hoho, ez az ember, aki ezt a könyvet írt, ez nem keresi a belső erőt. És a neki az már megvan, meg én olyan akarok lenni, mint ez az ember. Ez mondtam, egyre fene, azt se bánom, ha Isten nyelve, de megveszem ezt a könyvet. Úgyhogy így jutottam az első Isten szótárhoz életemben, amelyet aztán elkezdtem szorgalmasan olvasni. Három napig tartott, de én abban ugye mélyedtem, és rájöttem, hogy nekem meg kell nézzem, hogy létezik ez, hogy mi belül mások vagyunk, mint amit kívül tudunk. Létezik a világ, illetve a léleknek a világa.
létezik az, hogy mi szellemi lények vagyunk többnyire, és nem csak ez a test, és hogy mi nem csak két lábon járó emlős állatok vagyunk, hanem valami egész más. És ez a könyv nekem ugye azt közvetítette, hogy legyek olyan, amilyen én vagyok. Ne utánozzam a világot, legyek hű önmagamhoz. És akkoriban a krízisben is volt az életem, úgyhogy ez nekem nagyon jó jött, és elkezdtem meditálni. Úgyhogy a meditációval elindultam én is valamerre, befele. A meditáció arról szól, hogy mi megpróbálunk az érzékszerveinken kívül, látás, hallás, tapintás, szaglás, meg ezeken kívül valamit felfogni. Nem tudjuk pont mit. De valamit felfogni egy plusz érzékkel. És ez a képesség, hogy felfogjunk valamit, tulajdonképpen mindjárt benne van. Ezt a meditáció mindenkinek megmutatja, hogy bennünk van. És ezáltal érdekes módon maga az agy is a meditáló embereknél átalak más lesz. Megerősödik, megnő, az agytekermények száma is megnő, és mindenképpen jobb felfogó képessége van. Jobban is dolgozik, jobban tud dönteni. Minden érdekes dolog. Ezt ugye a tudósok bizonyítják, és az egyik amerikai egyetem 50 évig kutatta a meditáció hatását az agyra, és ők írják le, ugye, hogy az agy gyerekkortól kezd fejlődni, 20 évek elejéig fejlődik, onnan megmarad egy darabig, aztán épül le. És mikor leépült, akkor megint megyünk a második gyermekkorba, és ezen nem lehet változtatni, mondta eddig a tudomány. Most pedig a meditáció ezen változtat. És ez egy bizonyított tudományos dolog, ez nem tőlem van. És ők elmondják, hogy függetlenül attól, hogy milyen korú az illető, az agya megváltozik. Az agy struktúrája több lesz az agy mennyiségében is, és minőségében is. A szürke állomány megnő, a kapcsolatok megnőnek, mindenféle. És az agy erősebb lesz, mint 20 éves korban. És a működése, vagyis a döntő képessége egy embernek, aki meditál, annak sokkal gyorsabb lesz, mint annak, aki csak gondolkodik. Mert a meditálós intuícióval kapja meg a választ. Másik föl kell építse, és meg kell találja azt a választ. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tanulmány, ez magyarul is megvannak erről a cikkek, ha az internetben valakit érdekel, utána nézhet, hogy mennyire megváltozik az ember. Tehát ez azt bizonyítaná tulajdonképpen, hogy mivel az agyunk a csendben, mert a meditáció egy csend, ahol nem használjuk a dínyét, ő csendben van. És a meditáció ebben a csendben megerősíti az agyat, meg növeli az agyat, mennyiségében és minőségében, funkciójában. Ugyanúgy, ahogy a súlyok megnövelik a bicepszöt, és erősebb leszek, ha sportolok, az agyba, ha csendben vagyok, attól leszek erősebb. Ez ugye azt a tény bizonyítja, hogy nem a gondolkodás az agynak a funkciója, hanem a felfogó képesség. Az agy azzal dolgozik, hogy az érzékszervektől felfog valamit, azokat összerakja és dolgozik vele. De úgy látszik, hogy az agy, hogyha csendben van és az érzékszerveinkkel sem viszünk be semmit, ülünk a csendben. Nem nézünk semmit, hallgatunk és befele fordulunk, akkor az agy elkezd keresni. Még több mindent kezd keresni, mint amit az érzékszerveink adnak. És ezáltal ő erősödik, fejlődik. Úgyhogy azt írják a cikk végén, hogy most a professzorok ezen az egyetemen mind meditálnak, hogy nehogy lemaradjanak a többiektől. De azt képzeld el, hogy az agy 6-7 meditáció után napi 2x20 perccel már mérhető változásokat mutat. Tehát 6-7-es meditációval már épül át az agy. És az ember nyugodtabbá válik,
mindenfajta stresszes problémák kioldódnak belőle, a stressz okozta betegségek mind meggyógyulnak a meditációt. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és hogyha most nem vesszük mi a szellemi, vagy a saját szellemünk kutatásának a részét, vagyis a spiritualitást, hanem csak mint eszközt a meditációt arra, hogy minőségileg jobb életet éljünk, akkor ez egy nem elhanyagolandó dolog. Tulajdonképpen ezt az embereknek kellene használniuk. A meditáció valami természetes. Az egész jóga egy természetes dolog. Nincsen semmi természet fölötti benne. Mert minden természetes. A fejlődésben, mikor még ezen a bolygón is csak a kőzet létezett, és semmi élő dolog nem volt, akkor hol voltunk mi? És hol volt az összes élőlény, ami ma van? És ha nem lett volna benne potenciálisan a kőzetbe, akkor nem jött volna létre. Tehát tulajdonképpen maga az anyag hordozza önmagával az élőnek a képességét és az élőt. Ugyanúgy, ahogy egy pici makocskával, benne van egy nagy fa, minden ágával, minden lapjával, minden levele, minden gyümölcse, hol fog nőni, hol fog virágozni, minden abban a picibe benne. És ugyanígy az anyagban, mi a fényből született, ugye az ősi robbanáskor, ahogy a tudomány mondja, ebben az anyagban, ami a fényből lett, benne van potenciálisan az élő. És a természet mit csinál? A természet, ugye, az erejével elkezdte megdolgozni ezt az anyagot. És sok milliárd év alatt a kőzetből élőlényt hozott létre. A szervetlen anyagból a szerves anyagot, a szerves anyagból az élőt, és aztán tudjuk a mesét Darwin papától, hogy az élőlény az tovább fejlődik, és mindig adaptálódik, mindig a környezetnek megfelelően, és így kialakul az egész élővilág. Na de az élővilággal nem állt meg ez az úgynevezett evolúció. Mert az élővilág hordozott magával egy gondolkodó lényt, egy tudatot. És akkor a természet nekiállt és kigyúrta a majom fejéből az emberi agyat. Az eszközökkel, amik kellettek hozzá. Azt a szervet, amivel mi tudunk gondolkodni. Azt a szervet, amivel mi tudatosok vagyunk. Tehát tulajdonképpen, ha visszafele nézünk, vagy onnan nézünk, akkor a teremtéskor, már maga a teremtés pillanatától, ez az egész tudat benne van a teremtésben. És a teremtményben, vagyis az anyagban. Az evolúció nem állt meg. És nem is fog megállni. Az ember úgy gondolja, hogy ő egy kifejlett lény, ő a gondolkodásával és a képességével, hogy ezt a Földet meg tudja változtatni, vagy tönkre tudja tenni, az kettő lassan ugyanazt jelenti sajnos. Az ember úgy képzeli, hogy ő aztán most már vége, és itt van, ez volt a cél, hogy mi legyünk ilyen nagy szuperek, és ezen túl nincs fejlődés. De a gondolkodó emberben ugyanúgy, mint mindenben végig, benne van valami, ami ki kell jöjjön. Nekünk embereknek a fejlődés nem állt meg. Mi ember fölöttiek kell legyünk. Mi túl kell lépjük azt a fajta gondolkodást, amelyet ma élünk. Mi túl kell menjünk az egocentrizmuson. Mi túl kell menjünk a szétválasztottság gondolkodásából, ki kell lépjünk. Mi valahol milyen lehet egy ember fölötti ember? Egy ember fölötti ember olyan lehet, aki tud gondolkozni nem csak az ő fejével,
hanem a tiéddel, az övével, bármelyikével, amelyik ki tud törni ebből a szétválasztottságból, és az egységben tud gondolkozni, amelyik a tudatával belenő, és az egyetemes tudatot tudja átfogni. Egy olyan lény, aki nem csak a természet megfogható dolgait ismeri, hanem a természet fölötti dolgokkal rendelkezik. Ez kellene legyen a következő lépcső, ahová nekünk menni kell. A természet, mivel isteni, és az anyag is isteni, ugye, mert az semmiből jött létre, a két mikroszkopikus szikrának az ütközéséből, ahogy a tudomány mondja, és 5 perc alatt állt az univerzum, tehát ez nem egy fizikai folyamat a materialista értelemben, tehát tulajdonképpen el lehet azt is mondani, hogy az anyag Isten. Csak ez a racionális gondolkodástól annyira távol van, és az ember annyira szétválasztotta az Isten fogalmat az anyagtól, hogy nem tudja összehozni. Mi nem tudjuk összehozni, és mi mindig úgy képzeljük, hogy van Isten, meg aztán vagyunk mi, a kis földi giliszták, és velünk csak az történik, amit Isten akar, aki ebbe hisz. A legtöbben nem is hisznek benne, neki könnyebb. A materialista, aki semmiben sem hisz, annak könnyebb megmagyarázni a világot, legalábbis a szűk keretek között, ameddig nem él meg egy tapasztalatot, ami nem talál bele ebbe a dologba. És ez a tapasztalat mindjártunkban itt van. Az ember szeretne ember fölötti lenni. Az ember nem is gondolja, hogy ő már ember fölött, de az bennünk már megvan. Ugyanúgy, ahogy a kőzetben az élő megvolt, az élőben a gondolkodó megvolt, az emberben benne van a természet fölötti. Amikor hipnózissal foglalkoztam, abban rengeteg érdekes dolog van. És azért érdekes, mert a hipnózis túlmegy a gondolkodáson. Tehát, hogyha én valakit meghipnotizálok, valaki hagyja magát, hogy meghipnotizáljam, az az akaratát ideadja nekem. Ezáltal ő bekerül egy olyan értelmi állapotba, ami körülbelül egy 2 éves gyereknek felel meg, ahol nincsen szűrő, hogy én ezt szabad tudjam, én ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok. Hát mindent elfogadsz. Azt mondom, kiskutya vagy, most ugass, akkor itt 4 kézláb jársz és ugatsz, és csodálkozol, hogy mit kacognak az emberek. Hát ez normális, hogy a kutya ugat. Tehát ilyen szintre kerül le az értelme. Most ebben az állapotban olyan dolgokat tudunk, amit gondolkodó formában, illetve módusban az értelmünk megtilt nekünk, hogy tudjuk. Például tudjuk, hogy mi történt 2 éves koromban a születésnapomon. De az nem úgy, hogy a fényképről, vagy amit anyuka elmesélt, hanem ott vagy, és látod, és elmondasz mindent. Ez bent van a mi emléktárunkban, ami az értelmen kívül van. Most már tudjuk, mert nem lehet. Másképpen nem tudunk hozzájutni. És meg tudod mondani, ki milyen ruhában volt öltözve, mit beszélgettek az emberek, mi történt, minden. És ez semmi. Hipnózisban képes vagy elmondani, hogy mi történt a műtőben, míg téged megműtöttek. És látod a pacienst, aki te vagy, csövekkel a szájába, elaltatva, és mindent hallasz és látsz, és mindent el tudsz mondani. Tehát tulajdonképpen mi abban a pillanatban, amikor az értelmünket legyőztük, mindegy milyen módszerrel, mi bekerülünk egy tágasabb tudatba. Mi gyakorlatilag mindent tudunk. Ami a hátunk mögött történik, alvás közben is körülöttünk, vagy bármi történik. Hipnózist arra használtuk, hogy ne fájjon. És akkor azt mondom, hogy te kezed egy darab fa, és én megfogom, és átszúrok vastag szegeket, vagy tűket, utána kihúzom, és azt mondom, nem érez. És nem érzel. És nem érzel semmit, és nem érzel. Ez természet fölötti. Mert a fiziológiai törvények fölött van. És az a lény, akivel én beszélgetek, amikor te csendben vagy a fejedben, az tud ilyen dolgokat. Az bennünk van. Csak mi nem jutunk hozzá. A gondolkodás
minket lezár ettől. Mert ez az egész belső világ egy olyan finom dolog, hogy minden a hiten múlik. Amit hiszel, az vagy. Akit hiszel, az vagy. És mivel te az értelmedben tudod, hogy te ki vagy, kis János vagy, vagy kis Júcsa, akkor te az vagy. És neki ennyi jár ki, neki meg annyi jár ki. Én ennyit szabad tudjak, én ezt és tovább nem tudom. Ma az agykutatás kimondja, hogy a memória nem az agyban van. Azt mondják az agykutatók, nem tudjuk hol van, de annyit be tudtunk bizonyítani, hogy nem az agyban van. Hát itt van. A belső lényünkben van. Ami nem anyagi. És ezáltal tulajdonképpen mi hordozzuk a tapasztalatainkat életről életre. És a test hiába múlik el, a tapasztalat, az emlék, az minden marad. És ez a lélekben megy tovább. A lélek egy végtelen informatikai hely, egy nagy merev lemez, ahova minden ráfér. És amikor megszületsz, megvan a tapasztalatod, hó, én ehhez nem nyúlok, nekem ebből elegem van. Pedig életedben addig nem láttad abba az életedben. És nézd meg, figyeld meg az embereket, a barátodat, a barátnődöt, a másikot, mennyivel másképp viselkedik, milyen furcsa, hogy neki az fáj, vagy akármi. Hát mit törözd az? Mert te valamikor átmentél rajta, te más tapasztalatokkal vagy. Neked az benn van az emléktáradban, amit hordozol a lélek. Tehát tulajdonképpen a jóga szerint mi egy spirituális lény vagyunk, aki emberi tapasztalatokon keresztül megy azért, hogy mind nagyobbá váljon. Hogy képes legyen ezeken a tapasztalatokon keresztül a korlátait ledönteni és legyűrni ahhoz, hogy egy ember fölötti lényé váljon. És itt van az evolúció, amiről beszéltem. Következő lépcső az, hogy az ember, a két lábon járó, állati testtel rendelkező lény tudatába kerüljön az ő szellemi mi voltának, szellemiségének, annak a szellemi lénynek, a léleknek, aki benned él és hordozza az életet. Tehát abban a pillanatban, mikor az ember valamilyen lépést tesz affele, hogy jobbá váljon, hogy más energiákkal dolgozzon, hogy spirituális élethez nyúljon, kezdjen meditálni, kezdjen nem csak a gondolkodással és a külső dolgokkal törődni, hanem magát kezdje figyelni. Abban a pillanatban az összes erő, a természetnek a nagy ereje melléd áll, és segít. És az emberek úgy mondják azt, hogy hú, hát egy csoda történt vele. Alig ülök le meditálni, ilyen, meg ilyen éreztem, meg láttam, meg akármi. Ez nem csoda. Ez egy normális folyamat. Mert a természet azt akarja, és a természet mindenképp végre fogja hajtani az emberen azt, hogy ember fölöttivé váljon. Mi sajnos nem vagyunk egy tökéletes termék. Ha az természetnek az lett volna a célja, hogy egy két lábon járó emlős állat az állati életet ugyanúgy tovább élje, csak most egy értelemmel, és kiszínezze, és felturbózza, akkor boldogok volnánk. Mert a természet mindig harmóniát hoz létre. De mi nem vagyunk boldogok emberek. Közel sem. Mi szenvedünk. És ha meggondolod, a legtöbb szenvedés, a szenvedések 90%-a a családokon belül van. Tehát mi egymással nem tudunk bánni, mi egymással nem tudunk, egyszerűen nem tudjuk kezelni a közvetlen testvéreinket, vagy gyermekeinket, vagy szüleinket, vagy férj, feleséget, vagy bárki más. Nem tudunk jönni, mert nem vagyunk, túl tökéletlenek vagyunk. És ez a gondolkodás az egocentrizmusból, hogy az enyém, ez az én szenvedésem, ez az én fájdalmam, ez az enyém, ez az enyém, ebből nem tudunk el. És amíg ebben vagyunk, addig szemben. Tehát az semmiképpen sem a természet célja, hogy mi itt maradjunk és itt éljünk. Ebből ki kell menni.
És hogyha az ember a boldogságot keresi, és mindent az keresi, mindegy, hogy ki miben hisz, boldog akar lenni. És minden ember az akar. És minden ember arról álmodik, hogy lesz egy olyan periódus végre az életében, ahol egy zavartalan és zavarhatatlan boldogságban és békében él. És ez az állam a koporsóig tart, csak ott lesz vége. De nem teljesül be, sajnos. Mert az ember nem jól él. Mi nem élünk jól, mert az egocentrizmus egy olyan eszköz, amelyen egyszerűen szembeszállunk a természettel. Szembeszállunk. Mi mindenhova határokat húzunk. És legelsősorban magunk köré. A természet nem enged, és nem tűr meg határokat. És mi még a határokban élünk. És ez egy normális folyamat volt a fejlődés. Az állatból ember kellett legyen. És amikor az állatból ember lett, az egy ilyen kellett legyen, ahhoz, hogy kezdjen tudni gondolkozni. És ilyen kell legyen ahhoz, hogy kezdjen tudni a gondolkodásán túlmenni. Tehát a meditáció tulajdonképpen egy tudatos eszköz, egy tudatos segítség a természettel szemben, hogy dolgozzon rajtunk. A meditáció nem más, mint megengedem a természetnek, hogy engem alakítson. Tehát a meditáció valahol egy átadás, egy elfogadás. Én elfogadom, ami van, és átadom, hogy az erő bennem dolgozzon. És figyeld meg, hogy ez mennyire igaz, ha most megnézed a meditáció hatását. A meditáció közben, vagy ha meditálsz, vagy csak egy meditatív állapotban vagy, belsőleg történnek veled dolgok, amit te észre sem veszel. Fogalmad nincs. Csak a szomszéd, barátod, barátnőd, az, te megváltoztál. Igen, mert te ilyenkor mindig ideges voltál, most nem vagy az. Te megváltoztál, most veled sokkal könnyebb kijönni, élni, és más vagy. És az a hibát, meg ez a hibát megszűnt. Te nem tudsz semmiről semmit. Mert benned a természet elvégzi ezt a dolgot. Mindent tesz a helyre. És ha mi meditálunk, és hagyjuk, akkor a rend visszaáll, és harmónia áll be az életünkbe. Mitől nincs harmónia a mi életünkbe? Nem attól, hogy kevés a pénzünk. Gazdagoknak sincs harmóniája. Senkinek sem. Attól nincs harmóniánk, hogy a mi értelmünk, a mi akaratunk és gondolkodásunk nem a természet törvényei szerint van. És ez a gondolkodás, meg ez az akarat még a saját énünkkel szembe se harmonikus. Mi magunkat gyűlöljük sokszor, mi magunkat a pokolba kívánjuk. Tehát mi közel sem vagyunk egy olyan lény, aki önmagával békében tudna élni. Nemhogy másokkal. Tehát nekünk ezen tulajdonképpen kötelességünk lenne változtatni. És ha azt akarjuk, hogy a családunkban kicsi béke legyen, nincs semmi más mód, mint magunkban a kicsi békét megteremteni. Függetlenül tőlük. Világot nem tudjuk megváltoztatni. Mi a másik embert képtelenek vagyunk megváltoztatni. Ugye van is egy ilyen vicc, meg mondás, hogy a fiatal asszonyka azt reméli, hogy aztán jövőtől a férje megváltozik. A férj ugyan négy, és aztán 50 év múlva se változik meg egyik sem. És nem tudod. Ha te azt képzeled, hogy valamelyik társadat megváltoztatod, ha te azt képzeled, hogy a gyermekedet másként teszed, mint ami példát neki mutatta, felejtsd el, nem fog működni. Semmi eszköz nem működik. Az egy eszköz, ami működik, a természet, a belső lényed, a szellemi lény, aki erősebb, aki hatalmasabb, és aki benned létrehozza a békét. És ha benned megvan a béke, az terjed. Nem csak az agresszió terjed, a
a béketelt. Tehát ahhoz, hogy a világot jobbá tedd, jobbá kell tenned önmagad. Más út nincs. Tehát a meditáció tulajdonképpen egy épp gondolkodással nézve nem valami misztikus. Nem egy hit, amit el kell fogadni, és aztán kész. És ha logikailag kezded gondolkodni, akkor az megszűnt? Nem. Ez beletalál mindenbe. Az anyagi világba, beletalál a fejlődésbe, a természetbe, a mindenbe. A te lényedbe. És tulajdonképpen te annak egy alkotó része vagy. A meditáció nem egy varázslat. Csak belsőleg az, amikor benne jobban varázsolja a dolgokat. Tehát mi kell kezdjünk magunkat. Meditáció azért tudja megoldani a problémánkat és problémáinkat, mert a problémáinkat tulajdonképpen mi magunk szerezzük. És mi magunk egy-egy helyzetet problémának vetítünk ki. És a gondolkodásunkban ez egy gócként megjelenik, amitől nem szabadulunk. És így a problémáinkon tulajdonképpen lovagolunk, és szenvedünk tőlük. Ha elkezdünk meditálni, és csendben vagyunk, akkor az egész gondolkodás megváltozik. Ahogy az agy szerveződik át, ugyanúgy a gondolkodás szerveződik át. És teljesen másképpen fogunk gondolkodni. És pár hét meditáció után rájössz, hogy ez a problémám, nem is emlékszem, hogy mikor volt, ez a problémám, nem is tudom, hogy van. Azok, amikkel nekifogtál és problémák voltak, nem problémák már. Ha az ember kezdi önmagát figyelni, akkor ő egy tudatos életmódot él. Én egy ilyen életet élek, amikor én magamat figyelem. Én azt figyelem, hogy bennem milyen érzések vannak. És akkor megkérdezem, ezt az embert megláttam, megjelent bennem ez a bizonyos érzés. Most vajon? Ez az érzés az enyém, vagy tőle jött? Ő a hibás érte, vagy bennem van? És amikor ezeket kezded figyelni, rá fogsz jönni arra, hogy tulajdonképpen ellenséged a testeden kívül nincs. Minden ellenséged benned van. Ez soknak hihetetlenül tűnik, mert tudja, hogy kitől szenved, vagy ki az ellenség, vagy akármi. De ez nem így működik. Teljesen átalakul. Amikor a belső problémát megszűnik, az az érzés az én ellenségem, akit lehet aktiválni, mindegy, hogy mivel, de ha aktiválják, akkor én rosszul érzem magam. És hogyha az az illető mindig tudja aktiválni, mert megvan hozzá az eszköze, akkor én mindig rosszul érzem vele magam. De ha én ezt az érzést magamban meg tudom szüntetni, és ha én magamban a belső ellenségemet le tudom győzni, akkor megszűnik annak az ereje, aki aktivál. Mert hiába aktivál, ha nincs amit aktiválni. Erre megy ki a játék. Itt van ez a könyv, Sós Navigátor a címe, a plakáton is ez van kiírva. Ez a könyv arról szól, hogy mi tulajdonképpen tudjuk szabályozni azt, hogy mások velünk hogy viselkedjenek. És ezt 100%-ban képesek vagyunk szabályozni. Mondjak egy egyszerű dolgot, hogy értsük meg, mire megy a játék. Van olyan nap, amikor reggel fölébredsz, és minden perfekt. Jobb lábbal keltél föl. Még a nap is süt.
de a külső nap is sült, a belső nap is sült, és minden, és lelkes vagy, és boldog vagy. És tele vagy lelkesedéssel. Jó, mám, elintézem ezt, elmész, és mindent elintézem. És minden sikerül, de minden jobban sikerül, mint ahogy még gondoltad is. Van olyan nap, mikor bal lábbal kezd. Semmi sem jó. Már a kávé kiömlik, a pirítósba odaír a kenyér, na aztán máma pecsem van. Ezt már előre tudod, és így is lesz. És elindulsz, és egész nap minden rosszul sikerül. Ezt mindenki ismeri az életében. Tulajdonképpen nekünk csak azt kellene megcsinálnunk, és találni egy eszközt arra, hogy mi mindig jobb lábbal keljünk fel. És az egész napunkot úgy éljük végig. Lelkesedéssel, napsütéssel, ha kívül nem is süt, nekem belül mindig süt a nap. Sokszor van, hogy rossz idő van, azt mondják, jaj, ma 5 napja esik, felhő, mi? Tényleg, én észre se vettem. Én nem veszem észre, mert én nem figyelem, hogy kifelé mi van. Nekem belül mindig süt a nap. Tehát, ha én egy eszközt kapnék arra, hogy úgy éljek, hogy nekem mindig süssön a nap, nekem mindig minden sikerül. Mert nézd, hogy mikor olyan jó állapotban vagy, jobb lábbal kelték föl, elmész és megbeszélsz egy ellenséggel, egy olyannal, aki tudod, hogy nem jó neked, nem jó akarod, vagy bármi. És mivel te úgy, olyan energiával vagy, ő is kedves lesz hozzád, és elintézi. És még csak meg is döbbensz, hogy hogy létezik ez. Én ebben a könyvben leírtam egy ilyen eszközt. Úgy hívják, hogy 7-7-es. Ez a program 7-7-re szól. Minden napra megvan, hogy mit kell mondanod. És minden nap, ahogy mondod, azt el kell ismételni egy nap 7-szer. Ezáltal megindítasz magadban egy olyan, hogy te mindig pozitív energiát adjál ki, és ne engedj be negatív energiát. Megvan a hétfő, kell, szerda, minden napra, hogy milyen tulajdonság, és mi az, amit végzek. Telik el 7 hét, és én garantálom, hogy meg fogsz döbbenni. És leesik az állat. Azt mondod, ez nem lehet igaz, hogy ezek az emberek velem ilyen kedvesek lettek. Így megváltoztak. Minden más lett. Közben azok az emberek nem változtak semmit. Ők csak egyszerűen képtelenek veled rosszat tenni. Miért? Mert te jobb lábbal keltél fel. Mert te egy olyan módusban vagy, amikor te tele vagy lelkesedéssel és belső napfénnyel, akkor neked a világ nem tud ártani. Te mindenkibe jót viszel bele. Már mielőtt megszólaltál, a jelenléted, a belső lényed beszél a másikkal, és az már egy pozitív energiával megtöltötted a szobát, mielőtt belépsz az ajtón, ezt meg lehet csinálni. Tudatosan, állandóan. Olyan érdekes leveleket kapok emberektől, hogy változik meg az életük, és hogy megy át minden másba, mint ami azelőtt volt. Egyik legérdekesebb azelőtt egy pár héttel írt egy ember nekem, hogy ő már egy éve, hogy ez végzi, meg csinálja. Tehát ugye ebből aztán van 3 7-7-es, van egy külön könyv 7-7-esek, és ő végzi, de időnként abba hagyja, és akkor visszaesik, és rossz módusba kerül. És leírja, hogy a főnöke valamiért privát ügyből nagyon dühös volt, meg negatív volt, és az egész vállalatnál mindenki összeveszett, és őt is hibáztatták, meg teljesen ki volt akadva. Úgyhogy jött is a hétvége, és aztán kitalálta otthon, hogy hétfőn megy, és az embereknek, a főnöknek, meg egy másiknak, akik a legnagyobb ellenségei lettek a 2 nap alatt, hashajtót kever a kajájukba. Az embernek mit tudnak eszébe? Na de jött a vasárnap, és eszébe jutott a 7-7-es. Levette a könyvet, és azt mondta, na most kipróbálom. És hétfőn bement, azt mondja, a szerdai napot kezdte alkalmazni, megnézheted, milyen energia van bennem.
És azt mondja, elkezdtem ezt, és minden a helyére került. És mindenki kedves lett. Második naptól kezdve már mindenki hívott kávézni, meghívtak ebédre, minden jó. Én csak belsőleg mondtam nekik, és én azt a módust felvettem, amit a 7-7-es leír. Hogy nem jött, hogy elhiggyem. Mindenki a barátom volt, még mindent fizettek nekem, de ezt ki kell próbáljam. Egy nap akkor abba hagyta, és nem csináltam. Már senki sem törődött vele, megint a hangulat romlott, és itt akkor megint csinált, és mondja, én úgy kezelem őket, ahogy én akarom. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok történnek, és tudnak történni, hogyha az ember oda tudni légy. Velünk mi a helyzet? Mi nem vagyunk önálló lények, pedig azok kéne legyünk. Még annál is inkább, hogy mi úgy képzeljük, hogy mi egy ego vagyunk, egy zárt rendszer. És vagyok én, és van a világ. És mégsem vagyunk önállóan. Mert mi teljesen úgy viselkedünk, ahogy a környezetünk viselkedik. És egy jó ember vagy, és te jót akarsz. Na de most hozzád jön egy rossz, akkor mit fogsz tenni? Annak megfelelően, amit ő tesz. Tehát a rossznak rossz a válaszhoz. A jónak jó a válaszhoz. Tehát te egyáltalán vagy jó ember. Mert a jóság az feltétel nélküliség kéne legyen mögötte. De azt már nem tudod megtenni, mert az értelmed, ahol élsz, az nem engedi meg. És igazol. Végül is meg igazol. Mert te az igazsággal élsz. És azt mondod, ez nem érdemli meg, mert ez egy rossz ember, tehát a rossznak rossz jár. Az értelem azt mondja, szemed szemért, fogad fogért. Viszont ha megtanulsz a szívedben élni, akkor minden meg. A szívedben néz, valaki jön mosolyog, te is mosolyogsz. Valaki jön kiabál, te is mosolyogsz. És már nem kiabálsz. De ez ki kell menni innen. Másképpen nem tudod az indulataidot uralni. És nézd meg, hogy milyen érdekes, hogy a meditáció ezt az állapotot neked készen tálon hozza. Nem kell dolgozni érte. Te ha meditáltál, és üldögész a szívedbe, és a szívedben itt a kezem alatt érzem az énemet, én itt vagyok a szívemben, többé nem a fejemben. Ez egy meditáció. És ezzel a meditációval elválok. Beadom a vállópört. Az indulatos, mérges, igazságtevő értelemben. És ha megtanulok a szívben élni, akkor ez automatikusan meg. És nem érdekel téged, hogy felháborodjál, hogy úgy válaszolja, hogy ő beszél, és itt van. Meditáció ezt hozza, ez a gyakorlat pedig az értelemen keresztül segít ebben, hogy ez benned létre tudjon jönni. Meditáció nem egy vallás. A spiritualitás sem egy vallás. Minden vallásnak a gyökere és a magja a spiritualitás. A spiritualitás azt mondja, hogy mi mindig egyek vagyunk. És egyformák vagyunk. Ez a belső valóság. És minden nagy proféta és vallás alapító ezt hirdette. Az egységet. Utána az ember ezt a tanítást átvette, és a maga bőrére szabta, és méretére. Annak, ami neki megfelel. És így csinált tulajdonképpen a spiritualitásból vallást. A spiritualitás azt mondja, hogy aki nincs ellenem, az velem van. A vallás már azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És ez egy nagy hatalmas különbség. Az élethez való hozzáálláshoz. Ez olyan, mint a nacionalizmus. A régi Magyarország
a Nagy Magyarország idejében, a magyar azt mondta a sok nemzetnek, aki hozzátartozott, gyertek, tanuljátok meg, milyen jó dolog magyarnak lenni. Te persze beszélhetsz, ahogy akarsz, élhetsz, ahogy akarsz, de próbáld ki, milyen jó. És nagyon sokan kipróbálták. És rengeteg ember jött Magyarországra, és rengeteg ember megtanult magyarul más országokban. Mert a magyar kinyitotta a szívét. És azt mondta, ti nem vagytok ellenem, ti velem vagytok. Mert nem vagytok ellenem, négy országba élő. És tényleg az egész országnak akkor az volt a mottója, hogy milyen szép magyarnak lenni. Ha pedig most úgy állsz hozzá, hogy ha nem vagy magyar, akkor itt nincs mit keres. Ha ez nem vagy, akkor nincs mit keres. Na ez így van az emberi fajjal. És ez így van minden részünkkel. És ez így van a családomban, ez így van a községek között, ez így van minden közösségben. És mi sajnos pont a fordítottját éljük, mint amit kellene éljük. És a vallásoknak ez az egy hibájuk van, de ez egy végzetes hiba, mert a természet ellen van. És ami a természet ellen van, az mindig megbukik. Előbb-utóbb. A természet lassú, nagyon lassú, de hatalmas erővel, hatalmas energiával és nagy energia pazarló módon változtatja egy végbe az egész világot és az emberiséget. És az ember olyan buta, hogy mindig újra, újra és újra szembeszegül vele. És ezáltal nem tudunk mi egységet létrehozni. Nem tudtunk megtartani a Nagy Magyarországot, nem tudtuk megtartani az osztrák-magyar monarchiát, most az EU-t nem tudjuk, semmit se tudunk. Mert mi nem akarunk más elfogadni. Az ember ilyen tud. Pedig, ha elkezded meditálni, akkor, amit magadban megérzel, hogy te milyen vagy és ki vagy, a másik szemébe meglátod. És a másik szemébe érzed, hú, hát ez ugyanaz, mint én. És már egyből látod, hogy ő milyen nem tud valamint túllépni. Mert az egység érzésen keresztül a másik emberben lehet érezni. De ez nem az érzékszerveken van, és nem a gondolkodásom van, hanem ez a nem gondolkodás művészetében a csendben történik. A csend az a valami, ami az egész emberiséget meg tudná változni. De a csendhez nekünk nincs kultúránk. Mi együtt sem ülünk csendben. Nincs a családban egy olyan, hogy reggel fölkeltünk, mielőtt kimegyünk a világba és a forgatagba, megfogjuk egymás kezét. És azt mondjuk a gyereknek, figyelj, te érzed, hogy én ott szeretlek? Üljünk csendbe 5 percet, és csak azt érezzük, hogy szeressünk egymást. És amikor este hazajövünk, ugyanez. Miért nincs ilyen a kultúrán? Mi nem tudunk mi legalább a családon belül együtt békében lenni. Mert nincs benne a nevelésbe, a tradícióba. Hát vigyük bele. Valahol neki kell fogni. Valahol neki kell fogni, meg kell változtatni ezt a világot. És csak saját magadon kezdhet. Senki más. Pontosan ezért a vallások sem tudták megadni az embernek az, amit kell. Az ember egy tökéletességre vágyó lény. Egész életedben mindegy, mi a foglalkozásod, mit élsz, mit csinálsz. Ha háziasszony vagy is, mindig az volt a célod, hogy jobb és jobbat tegyél. A krumpli leves minden évben jobb kell legyen, ahhoz, hogy boldogulj. De mindig valamivel többet kell tud csinálni, mint amit csináltál. Akkor vagy boldog. Bennünk ég egy tökéletesség utáni vágy. És ezt a tökéletesség utáni vágyat mi csak kifele fordítjuk. Mindenhol. És nézd, hogy mit csináltunk a világból. Mindenfél évben új kütyüket gyártunk, a régieket eldobjuk, a földet tönkretesszük,
mindenféle új vacak komputer, minden hónapban új programok, új dolgok, mindenfélével, és pazarolunk, és pazarolunk, és pazarolunk, de ez a tökéletesség utáni fejlődés, amit mi fejlődésnek nevezünk a Földön, hova vezet? Hova vezet? Sehova. 2050-ben azt írja a németországi tanulmány, ami most már az európai tanulmányhoz tartozó dolog, 2050-re nekünk 2,5 ilyen bolygóra van szükségünk, ha ilyen tempóval változtassuk meg az életünket és a világot, a technikát. Honnan lesz 2,5 bolygó mostantól számolva 35 év múlva? És milyen levegőt fog szívni a gyermekünk, vagy milyen vizet így? Mi nem fogjuk ezt túlélni, mert nincsen cél. Senkiben sem fogalmazódik meg a cél. Van valaki, aki tudja, hogy meddig kell új iPhone csinál? Most vagyunk a 7-esnél, aztán a 15-ös vagy a 20-os olyan lesz, hogy víz alatt tudsz telefonálni. Igaz, hogy víz alatt az ember beszélni nem tud, de hát, ha kell egyszer, hogy beszélj víz alatt. Minden őrültséget megcsinál az ember. Csak magát nem akarja megváltoztatni. És ez nincs jól így. És ezen nem tud változtatni a rendszer, mert neki nyereséget kell termelni. Ezen csak az egyén, te tudsz változtatni. Te, ha kiállsz a sorba, azt mondod, én ezt nem csinálom. Másképpen ez nem tud megváltozni. Megyünk neki a szakadéknak. És itt mese nincs. A Föld szét van szedve. És ki van zsákmány? Naponta, minden nap 120 fajta élőlény, állat és növény, fal meg minden nap, annyival kevesebb a hónaptól kezdve. Az emberi erkölcs tulajdonképpen az élet tisztelete. És ezt az ember elfelejtette, mert nem az erkölcs, és nem az érték, hanem az érdek jött előtérbe. És mi valóban csak azt hajtjuk, hogy mi mennyi a nyeresség, és hol nyerünk. És nézd meg, hogy az családjaink szétbomolnak, és ennyi válás soha a történelem alatt nem volt, ennyi elvárt gyermek és szenvedő gyermek szív a világon nem volt, mint máma van, és ezzel megyünk, és minden jó van, mert most megint jön egy új iPhone. És ilyen divatos cucc vagy olyan? Ez nem oké. Mi valahogy meg kell nézzük, hogy mit mond a szívünk. Nem csak, hogy mit mond az értelmünk. És ez mi egyszerűen szembe helyezkedtünk a természettel. És az biztos, hogy annak nem tud jó vége lenni. A meditáció valóban az, ami az embernek a birtoklási vágyát, ami az embernek az állati ösztöneit meg tudja szelídíteni. És belőle egy olyan lény tud csinálni, amelyik a társaival békében élhet. Más út nincs. Van valakinek valami kérdése? Meditációval kapcsolatban, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, ön hogy képzel a lélek tápolás? Mert nekem ez nem tiszta egy fogod. Amikor a világ teremtődött, akkor a végtelen egy tudat, a semmi, ami fizikailag a semmi, az isteni tudat a tudatosságában ült, és a tudatosságából egy részt kiszakított önmagából, és az feldarabolta, és az fényekben megjelent. És ez a fényekből
összejött a világ. Tehát tulajdonképpen a kidarabolt isteni tudati részek azok a lelkek, amelyek most már egy kőzeti életbe kerültek, és bekerültek egy tudatlanságba, a legmélyebb tudatlanságból, a tudatosságból, a legmélyebb tudatlanságba. Sok milliárdszor milliárd részek, és ez az egységből és az egy egészből szétdarabolódott és kihult. És ezek a lelkek a kőzetekben élték a kőzet életet. A mozdulatlanság, a sötétség, a nagy nyomás, a semmi, a semmi, a semmi. És ez milliárd éveken keresztül aludt a lélek a kőzetben. És aztán a felső tudatosságát megőrzött lény, a szellemi lény, kezdte a lényeit ébreszgetni a kőzetekben. És az a lény fölébredt, és nem tud semmit, és mindent elfelejtett. És akkor azt kérdezi, ki vagyok én? És ezzel a kérdéssel, hogy ki vagyok én, elindított egy folyamatot. És a lélek ezt a folyamatot azért indította el, hogy keresse önmagát. Keresse meg, hogy ő ki. És a lélek, mert ugye a lélek belsőleg rendelkezik a teremtő erővel és mindennel, amivel, ahonnan ő kiszakadt, amivel a forrásából jött. Így a lélek tulajdonképpen a mi szemünkből nézve a természet erejének a segítségével kidolgozta az élőt. És amikor egy sejtű lett, abba hordozolja az életet. És a lélek egy sejtűben érdekel, azt mondja, ez vagyok én, ne, ez túl kicsi, ez nem az én méretem, ez nem én vagyok, ki vagyok én. És ott hagyja a testet, és megy tovább keresni. De most már egy több sejtűvé válik, mert azt már kipróbálta, följebb megy. Kipróbálja azt, és amikor megérzi, hogy ez se van, nem én vagyok, tovább. És így a lélek tulajdonképpen, aki az Istennek egy része, egy kiszakadt része, egy helytartója az isteni tudatnak, fejlődik és megy lépcsőről lépcsőre. Eljut a növényvilágba, üldögél egy fába pár száz évet, ó, mégis ez vagyok. Ott már valami tudatosságot nyer száz évek után. És utána az állatvilág. És az állatvilágot is végigjárja, és mindenhol minden tapasztalatot megszerez, hogy mit tud tenni, mit nem tud, és minden tapasztalatot, minden emléket magával visz a következő lépcsőre. És így feljut az emberhez. Ezért a nagy jogi, Sri Aurobindo, aki ezt így leírta, azt mondja, hogy a kőzetben Isten álmodik, a virágban nem. A kőzetben Isten alszik, a virágban Isten álmodik, az állatban Isten fölébred, és az emberben Isten tudja, hogy ébred. Tehát a lélek vándorlás azt jelenti, hogy a lélek mindenhol fölvesz egy ruhát, testet ült, fölvesz egy virág formát, egy fa formát, és azt élteti, és abba üldögél. Fölvesz egy állatformát, és akkor egy kígyó, gyík, farkas, kutya, akármi. Utána fölvesz egy emberformát, és az emberformában ő él. A két lábuként, és elkezd gondolkodni. És mint gondolkodó lény, már nem a lélek. És itt van a mi problémánk. Az ego, aki gondolkodik, a gondolkodó ember, az egy más vonal, mint amit a lélek érez. Mi a gondolkodásra leválunk a belső lényt. Tehát a jogi azt mondja, ugye, hogy közöttben alszom, a virágban álmodik Isten, az állatban fölébred Isten, és az emberben Isten tudja, hogy ébren van. Tehát a tudatosság az, ami minket egy lépéssel följebb vitt, és megkülönböztet az állati szintől. De minden állati tulajdonság, és még a növényvilág tulajdonsága is, mint bennünk van, még a közete is, gondolj csak arra, amikor egy ünnepnap fel kéne kell reggel 4-kor az ágyból. Te egy nagy darab kőlöszöl.
Én mindig azt mondom, hogy amikor az ágynak a mágnes és erelje vonzza a vasat a véredbe, nem tudod elhagyni az ágyat. Tehát a testünknek a tehetetlenségét cipeljük magunkkal, és azzal szembeszegülünk, azzal a dinamizmussal, amit megtanultunk az állatvilágból, azzal szembe helyezkedünk, ezért megyünk, és az ember egy önállóan gondolkodó lényé vált, aki szabadon dönthet. Na most minden születés után az ember egy lépéssel följebb megy. Na most emberből mindig csak embervé válik, mert ami tapasztalatai vannak, az csak az emberi életben tudja használni, és továbbfejleszteni. Tovább felszabadulni. Ez tulajdonképpen ez az egész lélekvándorlás, vándorlásnak nem tudom mi nevezik, tehát az egész újjászületés, a lelkeknek a folyamata, ez nem más, mint amiről beszéltem, az evolúció. Tehát tulajdonképpen itt visszaesés nincs. Az ember esetében csak akkor van visszaesés, ha öngyilkos lesz. Az a legrosszabb, amit ember tehet. Ha valaki miatt öngyilkos akarsz lenni, akkor inkább öld meg a másikat, mint te öld meg magadat. Ez nem vicc. Mert a gyilkosságot azt le tudják, illetve az isteni törvény, a karma, azt neked le tudja dolgozni. De az öngyilkosság az a legdurvább ügy. És valóban ez így is van. Tehát az ember mindig több lesz. Ezért mondja a jogi, miért félnék én a haláltól? Meghaltam, mint növény, megszülettem, mint állat. Meghaltam, mint állat, megszülettem, mint ember. Meghalok, mint ember, megszületek, mint Isten. És mint isteni lény, aki az egységben tud gondolkozni, aki visszajut ahhoz az egység és tudatossághoz, ahonnan jött, a forrásához, ez tulajdonképpen ennek a ciklusnak a lényege. Ez olyan, mint a vízkörforgása a Földön. Van a cseppecske, leesik. A cseppecske leesik, de a cseppecske honnan jött? Az óceánból, a forrásából. És az a cseppecske elindul, lemegy, és aztán bekerül egy kis patakba, aztán a patakkal lejjebb megy, és így tovább, és visszajött az óceánba. És a cseppecske, mikor az óceánba kerül, vagy direkt oda beleesik, akkor ő már többé nem egy csepp, hanem ő maga az óceán. És ugyanígy az ember, amikor elírja azt az állapotot, amit a jóga leír, a jóginak az állapotát, akkor az ember a tudatával, és az a tudatosság, ami az embert aggatja, megnyílik. És ismét átfogóvá válik, és megtapasztalja az Isten egységet, amiből született. Úgyhogy a lélek így fejlődik, illetve a lélek tulajdonképpen nem kell fejlődjön, hanem vissza kell jusson a tudatosságig, az isteni tudatosság. Most mi emberek, hogy a tudatosságunkat és a tudatunkat növelni tudjuk, ahhoz meg kell szabaduljunk a kötelékektől, a félelmektől, a ragaszkodásoktól. És ha azokból egyből kinőttél, egyből másképp érzed magad, hú, én fölötte vagyok ennek a dolognak. És ez vezet minket lépésről lépésre oda, hogy a mi tudatosságunk úgy megnyílik, hogy valójában más emberek tudatában is sétálhatunk, bármit tudunk látni vagy hallani. A jogi, amikor bemegy a transzba, és a másodtestén keresztül kinyúlik, akkor ő mindent lát és mindent hall. Mert ő benne van az egységben. Az én mesterem mindig azt mondta, ti beszéltek szabadságról, mikor valaki beszélt, hogy a szabadság így meg úgy. Amerikaiak azt hiszik, hogy szabadok. A legnagyobb fogjai a világnak. Ez most az én privát véleményem. De a mesterem mindig mondta, te beszélsz a szabadságról? Hát ez nem szabadság, hogy a melletted lévő embernek nem ismered a gondolatait, a szándékait, az érzéseit? Azt kéne tudjál te szabadon kis bejárni a saját testedből, a szűk tudatodból, a legkorlátozottságodból.
És ezt mi nem tudjuk megtenni, mert annyira ragaszkodunk mi ahhoz az énhez, aki vagyok. Az egóhoz. De az egó nem a lélek. Mi csak úgy mondjuk, hogy sír a lelkem, és a lélek sohasem sír. A lélek ül csend a gyönyörbe bennünk, és vár. Ő minden sejtünkben benne van, de leginkább a szívünkbe időzünk, mert ott van a legjobb helyzet. És várja, hogy mikor fordulsz te feléje, és mikor ismered föl, hogy neki nagyobb az ereje, mint neked. Mi úgy képzeljük, hogy az életünket mi rendezzük. De valójában nem úgy van. Hátulról az lélek rendezi. A lélek kiválasztja, hova születsz, miért születsz, milyen tapasztalatokon kell átmenni ahhoz, hogy levetkőzzünk bizonyos kötődettségeket. A lélek nem látható, nem fogható, és ezért mi azt hiszük, hogy ő nincs. Vagy ha van is, mi őt rendezzük. Én táplálom a lelkemet. Hát ha a lelked nem táplálna, nem is élni. A lélek az Úr, és bárha fölül a gálya, alul a vízlekárja, mégis a víz az Úr. A lélek az Úr. És a lélek annak ellenére, hogy ő nem mutassa meg a hatalmát, az végtelen hatalommal rendelkezik. Végtelennel. És mindennel. És ez mindjártunkra érvényes. Ezt a kis hipnózis például láthatod, hogy te mindent tudsz. Te benned van a minden tudás, benned vannak a természet fölötti erők. De nem tudsz vele kezdeni semmit, mert gondolkozol az egódba. És az egódból nem tudsz kimenni, mert nem találod az utat kifele. És ha nincs egy mestered, nem is találhatod meg az utat kifele. Mert mindig te gondolod, hogy tudj kimenni magadból. Ez lehetetlen. Saját magaddal nem tudsz megbírkozni. Úgyhogy a fejlődés az teljesen a lelki folyamat. És mi a lelket ugye oda bezártunk, mi az egónkba gondolkodunk, de az egónk az teljesen más. És ezért aztán az életek számát meghosszabbítjuk, a szenvedésünket, szenvedésünkre mindig rálapátolunk, mert nem jó módon viselkedünk. Mi nem nyúlunk spirituális eszközökhöz. Mi nem tudjuk megcsinálni azt, hogy a rosszat jónak lássuk. Van egy rossz dolog, ami veled történik, vagy bármiféle. Akkor mi lenne a helyes hozzáállás? Rögtön megkeresni, hogy még mi maradt jó. És nem azt választani, hogy mire panaszkodjak, hanem miért legyek hálás. És már csak ennyitől, egy ennyi mozdulástól, egyből minden más benned az élet. Nem lesz magas vérnyomásod, nem lesz ilyen, meg olyan problémád. Mi szellemi lények vagyunk, és mi a saját egészségünket tegyük tönkre. Mert a lélek nem képes másképp velünk beszélni, mint hogy elront valamit a testbe, és akkor szenved. De ha te azelőtt megjavítod a dolgot, mindig panaszkodsz. Mi panaszkodsz? Mert levágták egyik lábadot, oké, de van még egy. És lehet műlában is futni. Van olyan futó, amelyik mind a két lába műlában és olimpián nyert. És így tovább, és bármit veszel az életedből, ha megnézed, mindig van több minden, amire hálás lehetsz, mint amiért panaszkodsz. De mi az értelmünkben és az egónkban úgy látjuk, hát neki jobban megy, akkor ez szörnyű, hogy nekem csak így megy. És mi nem azt nézzük, hogy nekünk mi a jó. Tehát, ha ilyen dolgokban még akar az ember kicsit változni, akkor rögtön működik. Az olyan érdekes, az ember padlóra kerül, és akkor kitör, jaj, drága, padló vagyok. És akkor fekszel a padlóra. Ki mondja, hogy maradj a padló? Állj fel! És ha hálát megkezded tanulni, akkor nem kell meg még órák se. Pillanatok alatt változik meg a helyzet, és nem vagy padló. A spiritualitás eszközei az olyanok, mint a hála, és az egyebek, ezekkel az ember teljesen másképpen tud élni. És a léleknek megfelelően tud élni. A lélek nem azt akarja, hogy mi szenvedjünk, az csak mi akarjuk.
és keményen akarjuk, és dolgozunk érte, hogy szenvedjünk, és szenvedünk is. Ez az igazság. A lélek az csak jót akar. Az emberi életnek egy célja van, hogy mindig boldog legy. Mert csak a boldogságban van fejlődés. Hogy tudsz boldog lenni? Csak akkor tudsz boldog lenni, ha valóban megtanulod a rosszban a jót látni. Ha megtanulod azt is, hogy a másik, aki téged megsértett, az nem rossz neked. Ha spirituális ember vagy, és azt mondod, hogy én fejlődni akarok, akkor neked az nem rossz. Miért nem rossz? Mert neked az egódot leépíti. Ha te nem ordibálsz vissza neki, hanem elfogadod, és alázatosan mosolyogsz, akkor azt mondják, az értelmed azt mondja, hogy hülye vagy. De a lelked elkezd tapsolni. Bent, és boldog. És neked jön a boldogság. Képzeld el, hogy belül a léleknél fordítva van a játék, mint amit mi kifele élünk. És ezért van nekünk a problémánk. Ez az egy oka van mindennek, hogy a lélek nem az ego. És valójában mi a lélekhez abszolút fogalmunk nincs. A lélek csak egyet akar. Repülj, repülj, légy boldog. Mindenkitől lejárt az egész világ, te vagy, és légy boldog. Igen, ha az embernek a lélek a célja, csak akkor tud a boldogsághoz jutni. Mi mindenbe keressük a boldogságot, de sehol sincs. És mindenhol rá fogsz jönni, hogy nem igaz, és nincs ott az, amit elvártál. És ezért az élet, aztán az ember felnő, és azt mondja, hát igen, fiatal voltam, olyan szépnek láttam, de most látom a valóságot. Ez az élet egy szenvedés és csalódás. Ez nem igaz? Ez nem igaz. Ez azért nem igaz, mert a te hozzáállásod rossz. Csak ennyi a különbség. Hogy a lélek tulajdonképpen egy újjászületési folyamatban él, és az a szó, hogy vándorlás, az egy kicsit több furcsa nekem. Sokféle dolog van, amiket az emberek mondanak, meg mindenféle, meg annyiféle dolog van ma az ezotérikával, és az ember nem tudja, hogy mit higgyen, vagy mit csinálj, vagy mibe menjen, de tulajdonképpen az egész lélek dolog, egy isteni dolog, és mint isteni dolog, borzasztó egyszerű. És fantasztikusan egyszerű. Ha te a szívedbe mész, és ha te mersz őszinte lenni, csak nem merünk, mert a világ se őszinte, de ha mersz őszinte lenni, és a szíved szerint élni, amit a szíved mond, akkor jó helyt vagy. Ennyire egyszerű. Én azt szeretném mondani, én próbáltam őszinte lenni. És akkor azt tett, hogy kényszerkedik, és akkor kerülhet a boldogházat. Nem tudom. Szívásra tudja. Ahhoz... Feldolgoztam a rendőri bűnözés, bírói, ügyészi, a szívásvárdi bűnözés, hivatali bűnözés, és a zsidó bűnözés. Magyarországon történt. Ez az eredmény. Most az a kérdés, van egy olyan dolog, hogy én őszinte vagyok. Van egy olyan dolog is, hogy ne szólj szám, s nem fáj fejem. Ez a másik dolog. Ez hozzatart az élethez viszont. Az a helyzet, hogy... Lakásmód, tették el lakásmódjába, és ezután nem. Menj volt levész. Én sem mondanám meg mindenhol a véleményemet. De ha megkérdezik, megmondom. Én is őszinte voltam, és az őszinteségét kiálltam, aztán kiközösítettek például,
De ez ezzel jár, és ezt fel kell vállalni. Én nem hiszem, hogy ez valami féleképpen ellenmondana annak, hogy az őszinteség a helyes. Hogy a világ nem őszinte, az egy másra tészta. De az ember, az egyén, ha őszinte, ő saját magával és a lelkével, és a saját belső béke és boldogságával csak akkor tud kiegyezni, ha őszinte. Ha az ember nem őszinte, akkor utána ütöd a szembe. Az mindegy, hogy milyen sikeres lettél te a hazugságoktól, vagy a nem őszinteségettől. Az őszinteség egy alapdolog kéne legyen a világon. De mi attól nagyon el vagyunk merve. Tulajdonképpen az egész világ abban hibázik, hogy nem őszinte. És ez teljesen normális dolog, mert az emberi értelem nem az őszintesség szerint él. Mikor a majomcsorda lejött a fáról, és az agyukot kezdte megnövelni a természet, hogy létrehozza az emberit, a magasabb lépcsőt, amikor elkezdett az ősember gondolkodni, és rájött arra a hatalmas felfedezésre, hogy a törzsfőnök nek mosolygok, és hátulról leütöm egy kővel, mikor nem lát. Ott született meg a gonosz. És a nem őszinteség tulajdonképpen az, amivel mi mindig megyünk, a ravasság. És a mai világ nem úgy arról szól, hogy ezt elítélni. A mai világ arról szól, hogy ez pártolja. Sőt, büszke rá. És ez a helyes, és ez a jó. De ez nem a természetes. És az ember itt nem fog tovább menni. Ahol ma áll a világ, ez tovább nem fog menni. Ez nem tud menni. Kivágja maga alatt a fát, az ágat, lefűrészeli, és akkor lepatja. Úgyhogy az őszinteség, akkor is, ha bajba jutsz miatta, az őszinteség őszinteség. De mi mindenben nem vagyunk őszinték. A kicsi dolgokban sem. Mi elítéljük, hogy a másik hazudik, de ugyanakkor, jaj, mit is mondjunk az anyának, hogy szombaton mégsem jövünk hozzá, mert Pistáiknál jobb lesz a parti, és mit találjon ki? És itt már megvan a dolog. És a gyermekedet, ahogy neveletlen, mindig légy őszintén, és a gyermekhez hajos, akkor tiszta az ügy. Az egész világ erről szól, hogy mi egymásnak sem mondjuk meg őszintén, figyelj ide, én ma nem érezném veled olyan jól magam, elmegy hozzá. Barátnőt kér valamit, nem mondod, hogy nem. Ja igen, drágám, persze, te rá mindig számíthatsz. És közben magadba kívánod a pokolba. Ez betegséggel jár. Ezzel magadat tönkreteszed. A hormonok nem tudják, hogy te mit miért. Csak reagálnak. És betegedsz meg. Ez így én köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk az első Szilvás Váradi előadáson, amit én tartottam.